Sziasztok, srácok! Innen jelentkezünk New Yorkban nektek az Acer sajtóeseményéről. Ahogy említettük már nektek, több tech videó keretében próbáljuk gyakorlatilag lefedni, hogy mit láttunk, mit hallottunk az egészre. Lesz egy teljes értékű beszélgetés majd, amikor Jani is itt lesz az egész sorral, illetve még két plusz témáról, hogy miket láttunk úgy összefoglalva, illetve magáról a VR-ról. De most szerintünk a show sztárjáról fogunk beszélni, az Acer Tritonról. A Triton 700 egy gaming notebook, és nem tudom, valahogyan megjósoltuk Janival, hogy valószínűleg az Acer a Predator sorozatban idén valamit fog hozni, ami sokkal vékonyabb, és valamit, ami sokkal kékebb. És úgy néz ki, hogy mind a kettőbe jött. Egyébként szerintem ezt előzetesen mondtuk is, igaz? Valamiről tettünk említést. Szóval mindkét célzás bejött. Viszont ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes felépítésű notebook lett. Szóval ez a vékony notebook, ha hiszitek, ha nem, a nagyon vastag 17-szalas Predator, amit már teszteltünk, egyébként ezt meg is nézhetitek, korábban teszteltük már ezt a notebookot, illetve a hatalmas szörnyezet 21X kereszteződéséből jött össze. Ami kicsit fura, mert egyik nagyobb, mint a másik. De, már is rájöztök, hogy miért. Színekben is hasonlóan játszik alapvetően, de ennek semmi köze hozzá. Szóval a hűtéstechnológia fejlődését gyakorlatilag a 21X tette lehetővé, amiben is az Acer Aeroblade-et használták, vagy Aeroblade 3D-t használták, ami egy új dizájnú ventilátor, venti kidolgozás, amivel sokkal hatékonyabb hűtést tudnak elérni. Ott még 25%-kal hatékonyabban tudtak elérni, mint a normál ventilátoros hűtésnél, itt viszont azóta is fejlesztettek, és már 35%-kal durvább hűtést tudnak elérni a Triton 700-ban. Ezért tudták lehetővé tenni azt, hogy ebben a vékony dizájnban ilyen csendes módon meg tudják oldani ugye a 1080-as ihetes felépítést, hiszen ez a gép egy igazi gamer gép, tulajdonképpen ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a nagy 17-es Predator, hogyha hardware specifikációt nézzük, tehát itt is a legnagyobb 7. generációs i7-ig mehetünk, akár 512-es SSD-ig, akár 64 giga RAM-ig, és GTX 1080-ig, természetesen más konfigurációban is elérhető lesz, de nem is láttunk frissebb 17-es Predatort, csak ezt a modellt, úgyhogy hát reménykedünk benne, hogy ez a vékonyabb dizájn lesz a boss. Nagyon-nagyon durván néz ki a laptop, mondjátok meg ti is, hogy nektek hogy tetszik, mert szerintünk olyan szinten futurisztikus lesz, vagyis lett, hogy tulajdonképpen a legtöbb laptophoz még csak nem is hasonlítható. Ez tulajdonképpen annak köszönhető, ahogy egyből ránéztek kinyitva a laptopra, hogy a billentyűzet akárcsak a 21X esetében teljesen letolódott, tehát ott van közvetlenül a laptop alsó részén, felül pedig egy ilyen üveglapon keresztül látjuk ugye a ventilátor működését, illetve a részcsöveket, amik a hűtést megadják, ami nagyon-nagyon dizájnos lett. A billentyűzetre mindjárt kitérek majd később, attól függetlenül, hogy amúgy eszméletlenül jól néz ki, hogy kéken világít. Ami elsőre feltűnik a laptoppal kapcsolatban, ha már a specifikációkat elmondtam, nagyon össze-vissza próbálok visszaemlékezni rá, az az, hogy hol van a trackpad, mert nincs rajta trackpad. Miért lenne trackpad rajta? De most komolyan, ez egy gaming laptop. Jó, viccelek. Igaz, hogy senkinek nem kell trackpad, hiszen a gaming laptopok nagy részét egérre használjuk, és erre az Acer is rájött. Ezért hagyta le tulajdonképpen erről a teljes értékű billentyűzetről a trackpadet, viszont nem felejtette el. Ha hisztek, hanem ez az üveglap, ami takarja a ventilátort és a hűtésrendszert, amin így átlátunk, ez maga a trackpad. Tehát trackpadként is funkcionál, amire egy ujjal tudunk koppintani bal klikre és két ujjal jobb klikre, úgyhogy végül is ott is van, meg nincs is. De kellően innovatív ahhoz, hogy meglepett. Én nem gondoltam, hogy laptoppal kapcsolatban meg lehet engem lepni, most megleptek. Úgyhogy ez az egész dizájn nagyon furcsa, viszont nagyon modern és nagyon klassz. Visszatérve a billentyűzetre. A billentyűzet, ez a chiclet dizájnú megoldás, viszont mechanikus switch-ekkel van ellátva. Próbáltuk rögzíteni a hangját, hogy milyen hangja van a billentyűzetnek gépelés közben, nem tudom mennyire sikerült, ezt majd látjátok a videóban. Hiszen ott voltunk ugye a rendezvényen, és elég sok ember volt körülötte. De a billentyűzetnek a leges-leg közelebb a hangja talán a kék switchekhez áll, tehát viszonylag kattogósnak mondanám, de mindenképpen ki kell próbálni. Szóval az Acer még erre is gondolt. Tehát alsó kiosztású, teljes értékű billentyűzet, ami mechanikus és világít. A gép egyébként kicsit kevesebb, mint 19 mm vastag, a maxos konfigurációval együtt, szóval ez igen. A kijelző pedig egy Full HD-s IPS kijelző, aminek a színeivel és a betekintési szögeivel semmi gond nincs. Full HD, kérdezhetnétek, hogy a legtöbb gaming notebook Full HD fölé lő
mostanában. Főleg az ilyen prémium kategóriások, amik így vannak megadva, hiszen nagyon sokat látunk már 1440p-s, vagy még nagyobb, akár 4K-s kijelzővel is. Ha engem kérdeztek, nem tudom, hogy lesz-e 4K-s megoldás ebből, de én mindig korábban is említettem már laptop tesztek esetében, én mindig örülök annak, hogy egy kicsit alacsonyabb felbontása van egy gaming notebooknak, hiszen egy GTX 1080 Full HD-ba azért elég sokáig fogja tudni furuljázni a játékokat, és én úgy gondolom, hogy ez a gépivel nem lesz olcsó, jó lenne, ha időtálló lenne, és így bizony szerintem egy jó ideig az is lesz. Gondoljatok csak a 21X-re, az is 2560x1080-as felbontással nyomja, ami nagyon-nagyon nem sok, főleg, hogy 2080 van benne, de annyi pénzért szeretnék, ha időtálló lenne. Így a 27%-al is így van, hiszen bele tudtak volna tenni egy 4K-s kijelzőt, hiszen erre már többször volt példa, nem? Ez egy 15.6-os Full HD-s IPS kijelző, ami szerintem nagyon is elég, és amúgy baromi jól néz ki. Csatlakozók tekintetében megtalálunk rajta mindent, amire szükség lehet, teljes értékű USB 3.1-es csatlakozókat, USB-C csatlakozót, Ethernet csatlakozót, illetve hátul egy HDMI és egy DisplayPort csatlakozót, valamint a töltőt. Egyetlen egy furcsa dolog van rajta, amit én egyszerűen képtelen voltam megérteni. Azt hiszem a videóban mutatom is, van rajta egy titkos gyilkos műanyag pöcök, amit így kihúzol, és annak a mélyén van egy, ha a szinkó stimmel, USB 2.0-as csap. Na most én nem tudom, hogy ez csak a bemutató modellen van-e rajta, ami tulajdonképpen egy ilyen prototype-szerűség, vagy ez így rajta lesz, de ha rajta lesz, akkor mondják meg, hogy miért. Mondjátok meg ti a kommentekben egyébként, hogy szerintetek az mire való. A kijelző fölött egyébként egy dupla webkamerás rendszer működik, ami ezt a Super High Dynamic Range-et támogatja, ami SHDR. Ezt nem volt alkalmunk kipróbálni, de nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi a Super HDR kamera, webkamera. Ezt majd meglátjuk, hogy a tüzetesebben megfontosul a gépet. Nyilván ez csak egy hands-on, hiszen nem volt túl sok időnk vele, csak néhány 5 percünk, 10 percünk. Volt kávé a géppel, hiszen nagyon sokan használták, de nagyjából láthatjátok a dizájnt, és amennyit megtudtunk róla eddig. Szerintünk nagyon ígéretes termék, még egyszer mondom, nehéz meglepni az embert a standard laptop formátumban, itt most sikerült, úgyhogy nagyon várjuk, hogy végleg a kezünk közé kerüljön, és jól leteszteljük. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornánkra, és még egyszer köszi az Acernek, hogy megengedte, hogy kijöjjünk erre a rendezvényre, mert már most láttunk izgalmas dolgokat.